Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, mégpedig az ő szív üzenete. Megnézzük, hogy milyen helyzetben van, mi foglalkoztatja őt, mit érez irántad, mit közöl veled, mi az, amit nem mond ki, hogy lát téged, és mi fűz össze benneteket. Ezekre a kérdésekre adják meg a kártyák a választ. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenete, a díjam 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a kereszt jelentheti az ő hitét. Jelentheti azt is, hogy találkozni akar veled, hiszen ez a terve, hogy a sors utatok itt kereszteződjön. A kártya azt is jelentheti, hogy fontos döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Most megnézzük az ő gondolatait, terveit. Ez a kép hasonló a kereszthez, olyan értelemben, hogy döntéseket hoz. Elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Elérkezik az élet útján az utakhoz, és elgondolkozik azon, melyik irányba, balra vagy jobbra. Az utak jelenthetik azt is, hogy látni akar téged, döntéseket hoz, és útban van hozzád. Mit érez irántad? Itt látható a felhő. Ez jelentheti ugyan azokat a dolgokat, ami még számára átláthatatlan. Lehet, hogy vannak félelmek, vagy bizonytalanságok. Amit én közölnék most ennél a jóslásnál, a kártyát illetően, ez az idő, mégpedig fél év. Hogy átélt valamit fél évvel ezelőtt, vagy közösen éltétek ezt át fél évvel ezelőtt, és azon szeretne most változtatni, választ egy új irányt. A kártya azt is jelentheti, hogy fél éven belül szeretne kiépíteni valamit. Vagy, ami még lehetséges, hogy ő bizonytalan, hogy te mit érzel iránta. Valami még átláthatatlan. És mit közöl veled? Hogy itt lesznek változások, a gólyák jelentik a változásokat, vagy megváltozott a külsője, vagy megváltoztak a tervei, vagy megváltozott a hozzáállása, vagy változott valami a munkahelyén, vagy van egy költözködés, vagy másképp látja a dolgokat. Mi az, amit szeretne kimondani ugyan, de nem mondja ki? Hogy ő lezárt már valamit. Ezek lehetnek kapcsolatok, vagy lezárja a múltját. Az is lehet, hogy valami vagy valaki eltávolodott tőle, és ezekről a dolgokról még nem beszél. Hogy lát téged?
hogy szeretnéd a kapcsolatot tartani. Visszatérve még erre a kártyára, az is lehet, hogy fél attól, hogy megváltoznak a dolgok, és te akarod lezárni ezt a párkapcsolatot, és jön ez a hír, hogy nem akarsz vele találkozni. Ez, ami elbizonytalanítja őt, ami félelmeket vált ki belőle. Mi fűz össze benneteket? A kulcs. De ki tartja a kezében ezt a kulcsot? Ő vagy te? Mert ezzel a kulccsal lehet bizonyos dolgokat irányítani, lezárni bizonyos gondolatokat, vagy a múltat, vagy kapcsolatokat, és egy időben kinyílik itt egy ajtó, vannak lehetőségek. Amit a kulcs még jelenthet, ez a nyitottság, meg a zárkózottság, hol így, hol úgy. Az ő hozzáállása megváltozik, hiszen szeretne valamit javítani a dolgokon, ő nyitott erre. De hogy te hogy viszonyulsz hozzám, ez kivált bizonytalanságokat. Nem tudja, hogy te hogy használod ezt a kulcsot, vagy nyitott, vagy zárkózott vagy vele szemben, vagy lezárod a kapcsolatot, ettől fél, de nem mondja ki, vagy nyitott vagy egy találkozásra, egy párkapcsolatra. És ez volt az általános kivetés. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!